a Tartalékos Katonai Szolgálat Múltja, Jelene és Jövője címmel rendezett konferenciát a Magyar Tartalékosok Szövetségének Vasmegyei szervezete Szerdán a Megyeházán. A civil egyesület idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját, célja a hazafegyveres szolgálata iránt elkötelezett tartalékos katonák érdekképviselete képzése. Az előadók beszéltek a tartalékos rendszer történetéről, jelenlegi helyzetéről és a toborzás helyi tapasztalatairól is.